Richard és Bess egy olyan helyzetbe került, amit egyetlen szülő sem akar átélni. 2003. szeptemberében kezdődött az egész. Aznap Richard a helyi iskolában önkéntes munkát végzett, és egy olyan telefonhívást kapott, amitől elállt a lélegzete. Aznap reggel kezdtük átfesteni a focipályát a gyerekeknek. Csöngött a telefon, felvettem, és egy hang azt mondta, Mr. Gale, a helyi sheriff vagyok. Azonnal ide kell jönnie. A hangjából éreztem, hogy nagyon komoly dologról van szó. És éreztem, hogy kimegy belőlem az erő. A georgiai Gale család egy ideális család volt, ám ez a tökéletes kép 2003 őszén összetört. Gip Gale épp elkezdte a főiskolát, amikor egyik hétvégén egy barátjával vadászni ment. A távolból madarak hangjára lettek figyelmesek. Gip felkapta a vadászfegyverét és célzott. A barátja fegyvere viszont véletlenül elsült, és eltalálta Gip fejét. Richard, Beth és a fiúk Taylor autóba ültek, hogy megtegyék az 5 órás utat az atlantai szavannáig. Egész úton imádkoztunk, és próbáltuk elérni telefonon a kórházat, de senki sem vette fel. Végül az édesapámnak, aki orvos, sikerült beszélnie a vezető idegsebésszel. Azt mondta, hogy a fiunk életben van, de csak éppen, hogy él. Szó szerint több száz repesz darab volt az agyába fúródva. Az elején kisebb kómába is esett. Az eszméletét folyamatosan elvesztette. Emlékszem, az úton a feleségem mindenkit felhívott, és megkérte őket, hogy imádkozzanak a fiunkért. Imádkozzanak érte. A kérlek volt az egyetlen szó, amit ki tudtunk mondani. Kérlek. Arra gondoltam, kérlek Istenem, tartsd életben, legalább addig, amíg odaérünk. Mikor beértek a kórházba, rádöbbentek, hogy tényleg nagy a baj. Természetesen nagyon rossz állapotban volt, tele volt duzzanattal, horzsolással, kötésekkel. Tulajdonképpen felismerhetetlen volt, és én 14 éves gyerekként nagyon megijedtem. Elmondták, hogy a kórházi káplántól már megkapta az utolsó kenetet. Amikor ezt meghallottuk, nagyon megijedtünk. Gip túlélte az első néhány órát, de azt mondták, ha túl is éli az egészet, az élete további részében csak vegetálni fog. Ránéztem Richardra, és azt kérdeztem, hogy akkor most mégis miért kell imádkoznunk. Ha túléli, akkor az borzalmas lesz, és én nem akarom, hogy egész életében szenvedjen. Richard rám nézett, megragadta a vállamat, és azt mondta, csodáért imádkozunk, ezért imádkozunk. Nem sokkal ezután már szinte az egész világon imádkoztak a fiunkért. Gib a következő 3 napban kómában volt, majd szinte lehetetlen dolog történt, kinyitotta a szemét, és beszélt. Gib agyának nagy része megsérült, eltűnt, illetve söréttel volt tele. Ezért, amikor édesapám meghallotta Gib első szavait, és ezek jelentéssel bíró szavak voltak, így hangzottak, hogy van Yeller? A kutyánkat hívták így. Ekkor apa neki támaszkodott a védőrácsnak, ránk nézett, és azt mondta, hogy ugye tudjátok, hogy most egy csodának voltunk a tanúi. Csoda, hogy beszélt. Ezt az orvosok nem tudták megmagyarázni. Később átszállították egy másik kórházba, ahol számos komplikáció lépett fel. Az agyában fertőzés lépett fel, és a heteken keresztül mondogatott, hú de jó, túl fogja élni szavak után, megint majdnem elveszítettük. És ez egy újabb próbája volt a hitünknek. 3-szor vagy 4-szer keringési problémák jelentkeztek. Többször sürgősségi beavatkozást kellett rajta végeznünk. A rengeteg nehézség ellenére még inkább Istenbe kapaszkodtak. Mintha tegnap lett volna. Néztem Gibet, és arra gondoltam, hogyan fogunk ezen túljutni. Soha sem voltunk még ilyen nehéz próbában. Ekkor, mintha Isten helyezett volna egy gondolatot a fejembe. Na hát, Bess, ideje hinned abban, amiről mondod, hogy hiszel. Isten még abban a helyzetben is vigyázott ránk. Beth, én és Taylor is egyfajta békességben voltunk azzal kapcsolatban,
hogy mi fog történni. Végül Gibb állapota stabilizálódott, 6 hónapig volt kórházban, és 3 éven keresztül kapott kezelést. Újra meg kellett tanulnia járni, beszélni, és normális életet élni. Akkor nem voltam a tudatában annak, hogy hányan imádkoznak értem, de ennek köszönhetem az életemet. Az elmúlt 30 évben rengeteg súlyos sérültet láttam. Nem gondolom, hogy bárki a nyomába érhet annak, amin Gibb keresztül ment. Annak az esélye, hogy túlélje az egészet, sőt eljusson oda, ahol most van, kevesebb, mint 1%-nak az 1/10-e. Ez tényleg csoda. Beth szerint az egész nem ment volna, ha nincsenek mellettük olyan földi angyalok, mint Gibb edzője és mentora, Chuck Scott. Scott edző végig a családom mellett állt, utána tudtam csak meg, hogy egész idő alatt milyen mértékben támogatta a családomat. Gibb aznap, amikor meglőtték, egy Jack Foxworthy által aláírt sapkát viselt. Jeff azonban nem csupán egy új sapkát ajándékozott Gibbnek, de Redneck naptárjában is neki szentelt egy oldalt. Jeff nem csak egy elképesztő mókamester, de valóságos hite van Istenben. És a családunk remek barátja lett. Bethet annyira megérintette a szeretet és a támogatás, amit kaptak, hogy írt egy könyvet, aztán jöttek az angyalok címmel, reméli, hogy ezzel hasonló helyzetben levőket bátoríthat. Úgy éreztem, Istentől jön az az indítatás, hogy megírjam ezt, és ezen keresztül is Isten dicsőítsem, és segítsek másoknak, hogy ők is végig tudják csinálni, és Istenre nézzenek. Ez megerősítette a hitemet, legelőször is abban, hogy Isten milyen hatalmas. Lehetetlen volt, hogy miután fejbe lőttek, elvégezzem a főiskolát, lediplomázzak és önálló életet éljek. De Isten mérhetetlenül hatalmas, és csodálatos dolgot cselekedett velünk.